Szia, anya! Szia, de nem! Szia. Oh, nem. Igen? Próbáljuk be. El. Jó, oké. Okay. Ja, hogy mintha mondjuk te vagy a zsűri, oké. Okay. A zsűri és oké, okay. Tök jó, ez tök jó ötlet, mert meg akartam neked mutatni, mert most tanultam egy új dalt, de akkor tök jó, mondjuk te vagy a zsűri. És jó. Úgy, mintha már jönnél. Oké. A Got Talent magyar. Jó, oké. Hungarian Got Talent. Sziasztok, hello, jó napot! Péter szia, vagyok. Te szia, ki vagy? Szia, honnan Péter jöttesztél? Vagyok, és Budapestről jöttem. Miért jöttél? Mit fogsz előadni nekünk? Anyukám készített fel a versenyre, és hát legyen meglepetés, amit éneklek, ez egy régi dalnak. Énekelek, egy ének... Peti! Azért normális a magyar. Ja, jó. Gyere be még egyszer. Oké, bocsánat. Ja, Istenem, olyan édes vagy, annyira szép. Tényleg, de jó szerinted fog nekik tetszeni? Mert a megjelenésed is. Haj, de szuper. Sziasztok, jó napot kívánok, sziasztok. Péter vagyok, Budapestről, és... Amit énekelek nektek, amit el szeretnék énekelni, az egy régi dalnak egy modern feldolgozása. Remélem, hogy elnyeri a tetszéseteket, és szeretni fogjátok. Parancsolj, kezd el. Jó. Van egy koreográfia, azt lehet azt is... Ez a kis spencs. Charles Cabrash, Seth Van Desche, Arishas Go... Tobi na, shori na, nares tar kes stavo. Shori na no jes ga fundo. A chicken na masare ches saracho. Fendar ken mi choro star star kev sa fundo. Annyira jó volt, ezt most tanultam meg. A hátamon felállt a szőr. Tényleg? De anya, de biztos, mert nagyon izgultam, és most ezt nagyon sokat... És nyugodtan, magabiztosan állj ki, mondd, hogy jó, Peti jó. Vagyok, a mamám jó. Nagyon szeretem. Jó. Kedves mama. Encse. Peti. Nem? Peti. Kedves mama, mivel foglalkozik? Hát én egy középvezető vagyok egy multicégnél. Tehát egy fogaskerék? Hát így is mondhatjuk, de inkább vezető pozíció. Vezető. Gyerekkorában... Nagy fogaskerék. Tehát gyerekkorában vagy fiatalkorában voltak olyan ambíciói, hogy kilépjen a színpadra? Nem volt. Drámatagozatos gimnáziumba jártam, de már tudom, hogy nem azért, csak úgy alakult, hogy... Nem jött össze. Nem jött össze, de annyira nem is vágytam rá, tehát ez nekem ez... A hírnév pedig az jó dolog. Hát igen, a hírnév az egy jó kiállni dolog. Kiállni a színpadra, nagyon de jó. A Peti az pont erre alkalmas, ami bennem nem volt meg, ő is drámatagozatra muszáj jelentkeznie. Tudom. Úgyhogy, mert ő bennem megvan, ami belőlem hiányzott. Mert én tudom, hogy én nem érdemel. Én ebben a középvezetői állásban jól el vagyok, de ő neki végre most az lesz, amit én akarok. Amit itt a kulcsmondat. Erről van szó. Anyuka, nem tudom, mennyire hallotta azt, hogy nagyon sok szülő a gyerekeivel akarja megvalósítani a meg nem valósított álmait. Igen, hallottam erről, de szerencsére a Peti nagyon tehetséges. És ezt én a végig gondoltam magamban, meg más is a családban is mondják, már kicsi kora óta mindig tanultatom vele a verseket, úgyhogy ő már most nagyon... Vannak olyan szituk, amikor nincs megoldás. De... Feladtuk a leckét most rendben. Ja, nincs lecke. Az a helyzet, hogy a két ember görcsösen akarja, és hiszi azt, hogy igen, akinek nincs hangja, annak mégis van hangja, legyen. Ilyenkor szokták a zsűrizők fogni a fejéket, úristen, bazdnak van magunk, és a bájtfüggőek meg falra másznak. Ilyenkor semmi baj. De általában az ilyen emberek nem az, vagy sértve érzik magukat, tehát hogy azt hogy érzik, ne? Hogy hülye a zsűri, illetve kicsesztek velük. Van ez az okés elmélet. Az okés elmélet egyik válfaja az, hogy én okés vagyok, és a környezetemben levő mindenki más az hülye.
Ja igen, hogy igen. Ti vagytok hülyék, csak én vagyok a helikopter. Igen. Pontosan. És hogyha az anyuka is ezt mondja a fiának, a fia persze, az anyuka... Még jobban megerősíti. Hát elhiszi. Tehát ezért ilyenkor nincs megoldás. Létrejön a pofon, kipicseznek az első selejtező körből se, már hello, erre hazamegy. Na, nézzük anyuka erre mit mond. Kipicsáztak, Peti. Ugye, anya, nagyon nagy baj történt. Mi történt? Hogy nem jutottam tovább, és nem is az, hogy nem jutottam tovább. De beengedtek? Tovább. Úgy nem jutottál tovább? Igen. Elénekelted a dalt. Igen. Igen, és szörny. És én nem akarok oda visszamenni, anya. Figyelj, olyanokat mondtak nekem, azt mondták, hogy ilyen rosszat még életükben nem hallottak. Ezt mondták neked? Jó, hát nem megyünk oda többet, hát ezek nem értenek hozzá. Nem is mehetek oda hát többet. Milyen szépen el tudtad itt énekelni? Izgultál nagyon? Vagy úgy elénekelted, ahogy itthon? Izgultam, de úgy elénekeltem, ahogy itthon. Akkor ezzel nincsen sem baj, te mindent megtettél, nem kell ezekkel törődni, nem oda kell mennünk. Mi lesz velem akkor, anya? Az lesz veled, amit én mondok. Elmegyünk egy másik helyre, és szépen majd még bemutatlak, mert én egy osztályban jártam a felhőfi Janival, a klub... a klubhotel fennzenekar. Énekes, és majd szépen ott fel fogsz lépni. Jó. Oké? Okay. Visszajössz onnan is kibasztak. Na nézzük. Anya, fel tudod hívni a felhőfi Jani bácsit? Miért? Kérdezd meg tőlem, hogy ma mit mondott nekem. Mi mit mondott? Ja, felhívom, már nincs itt a telefonom, ad ide a tiédet. Azt mondta, hogy... Azt mondta, hogy olyan tehetségtelen vagyok, hogy még téged is alul múllak. Igen? Pedig téged ismer régóta is. Azt mondta, hogy még annyira sem. Kinyomott. Látod, nem akar veled beszélni. Nem baj, csinálok a ketten egy együtt. És mondta, az lesz, hogy késő. Erről van szó. A tudkumlusi lagziban. Tehát... Se veled, se nélküled. Élni nem tudok. Pontosan. Szóval az, hogy esetlegesen a szakembereknek igazuk van, az fel sem merül. Nekem van igazam, és kisfiam, én mindig találok megoldást, mert hogyha az anya azt mondaná, hogy figyelj, fiam. Lehet, hogy igazuk van. Ha jobban belegondolok, tényleg még nálam is sokkal szarabbul énekelsz. De hát neked erre nincsen képességed, inkább csináljál valami olyasmit, amiben boldog vagy, jól érzed magad, ne nekem akarjál megfelelni, ne az én álmaimat akard megvalósítani, csináld azt, amiben te hiszel. De amelyik szülő ilyen, az soha nem fogja ezt belátni, nem? Hát ilyen. Soha nem fogja azt mondani, soha. Hogy de nincs mit belátni. Erről beszélek. Nincs mit belátni, hát... Én a legjobbat akarom neked. Én és tudom, neked én ismertelek, én szüllek, én szültelek téged. Pontosan. Én ismertelek. Majd én tudom. Majd én tudom a tutit.